történt-e már veletek olyan, hogy korán reggel, amikor a fűben szaladgáltatok, akkor vizes lett a cipőtök annak ellenére, hogy éjszaka, sőt reggel sem esett az eső? Vajon honnan kerülhetett a fűre a víz, ha nem esett az eső? Ma arra a kérdésre keressük a választ, hogy... Mi a harmat? Hogy mi a harmat? Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi a harmat és hogy hogyan keletkezik, fel kell elevenítenünk a régi tudásunkat. Ugye emlékeztek még arra, amikor a vízről meséltünk nektek? Elmondtuk, hogy a víz három halmazállapotban létezhet. Lehet szilárd, azaz jég, lehet folyékony, és lehet... Gőz. Lehet gőz halmazállapotú is. A levegőről is meséltünk nektek, és azt mondtuk, hogy főként nitrogénből, oxigénből és egyéb szennyeződésekből áll. Mivel a felszíni vizek, a tengerek, folyók, tavak a meleg hatására, a nap hatására párolognak, ezért a levegő tartalmazhat vízpárát is. Ez a? Páratartalom. Igen, vagyis a páratartalom megmutatja, hogy a levegőben mennyi víz, vagyis mennyi vízpára van. Ahhoz, hogy harmat képződhessen, fontos, hogy a levegő páratartalma vagy nedvességtartalma minél magasabb legyen. Miért? Hogy keletkezik a harmat? Most már tudjuk, hogy a levegőben van vízpára is, tudjuk azt is, hogy mi a páratartalom. Az éjszaka, vagyis a hajnal folyamán, amikor melegebb levegő kapcsolatba lép valamilyen hidegebb felülettel, akkor a levegőben lévő vízpára lecsapódik azon a felületen, vagyis kis vízcseppek keletkeznek. Éjszaka például a fűszálak felülete hidegebb, mint a levegőé, ezért a levegőben lévő víz harmadcseppek formájában lecsapódik a fűre. Ezért látjuk korán reggel, hogy vizes a fű. A víz lecsapódását más szóval kondenzációnak nevezzük. Egész nap harmatos a fű? Csupán reggel harmatos a fű, nem egész nap, mert ahogyan a nap egyre erősebben süt, úgy a harmat hamar elpárolog, és a vízcseppek visszakerülnek a levegőbe. Tehát gyerekek, ne felejtjétek, a harmat, a levegőben lévő nedvességtartalom, páratartalom lecsapódásának az eredménye, amikor a felület hidegebb, mint a levegő, akkor vízcseppek keletkeznek például a füvön vagy a fán. Minden jót kívánunk, sziasztok! Sziasztok!